Augusztus 20-a Székesfehérvár számára mindenkor kiemelt ünnep, hiszen a város méltón őrzi államalapító királyunk örökségét, és hagyományosan ezen a napon tartja ünnepi ülését Székesfehérvár megyei jogúváros önkormányzatának közgyűlése. A Szent István napi ünnepi közgyűlésen Magyarország kormánya, Fejér megye és Székesfehérvár, valamint a történelmi egyházak, a fegyveres rendvédelmi és igazságügyi szervek képviselői is részt vettek. Lehetőség az alkotásra mindannyiunk számára adott, de persze kevesek nevét jegyzi meg a történelem, és még kevesebbre emlékeznek úgy, mint Szent Istvánra, akinek egész nemzetünk a létezését, városunk pedig központi szerepét és jelentőségét köszönheti. Aki olyan erős alapokat fektetett le Magyarország és Székesfehérvár számára, melyekre az utókor minden nemzedéke bizton támaszkodhat. A mai nap lehetőség arra, hogy ismét visszanyúljunk ezekhez az alapokhoz, a jelen perspektívájába helyezzük őket, és általuk kijelöljük a jövő cselekvésének irányait. A ma történéseit értékelve Cserpalkovics András beszédében úgy fogalmazott, Szent István szellemiségében kötelező tanulság a cselekvés szükségessége, mert enélkül egyetlen gondolat vagy szó sem ér semmit, hiszen az emberek számára maradandót csak a tettek alkothatnak. A 2020-as év a világjárvány betörése városunkba a tettek, a cselekvés értékét pontosan megmutatta. Nem véletlen tehát, hogy idén a város közösségének elismerését a járvány elleni védekezésben rendíthetetlen kitartást tanúsító, nélkülözhetetlen munkát végző fehérvári bajnokok vehetik át. A bajnokok, akik munkájukkal lehetővé tették, hogy mindannyian, százezren egy csapatban felvehessük a küzdelmet a koronavírussal szemben, akik tetteikkel váltak ennek a küzdelemnek zászlóvívőivé. 2020-ban a rendkívüli helyzetre tekintettel Székesfehérvár önkormányzata nem adományozott díszpolgári és tiszteletbeli polgári kitüntető címeket, de a járvány elleni védekezés során Székesfehérvár érdekében végzett kiemelkedő szakmai teljesítmény elismeréseként 7 személy vehetett át Pro Civitate díjat. A közgyűlés elismerésében részesült Kovács Adrián Székesfehérvár aljegyzője, Mészáros Józsefné a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény igazgatója, Reszegi Imre megyei vezető mentőtiszt, Sárkány Ágnes a Szent György Kórház osztályvezető főorvosa, Szomor Andrea a Szent György Kórház sürgősségi főnővére, Varga Erika járási tiszti főorvos és Zsabka Attila a Kríziskezelő Központ vezetője. A járvány elleni védekezésben résztvevő közreműködő és példamutató helytállást tanúsító személyek, szervezetek, közösségek munkájáért elismerő oklevelekkel mondtak köszönetet. Az ünnepi közgyűlésen Simon László kormány megbízott, Molnár Krisztián a Fejér megyei közgyűlés elnöke, Cserpalkovics András polgármester és Tesseli Zoltán országgyűlési képviselő közös koszorúval tisztelektek államalapító Szent István királyunk emléke előtt.